Minden várakozást felülmúlt a szlovák államfő választása egyetlen magyar jelöltjét támogató aláírások száma. A szükségesnél ugyanis háromszor több gyűlt össze, mondta el tegnap Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártjának köztársasági elnök jelöltje, miután leadta az aláírásgyűjtő íveket a pozsonyi parlament iktatójában. Bárdos Gyula sajtótájékoztatóján köszönetet mondott a csaknem 47 ezer aláírásért, amit alig 21 nap alatt sikerült összegyűjteni, mint mondta, példátlan az összefogás, amely lehetővé tette, hogy Szlovákia történetében először magyar államfőjelölt indulhasson. Aki itt is ül velem szemben, Bárdos Gyula. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Van egy nagyon hízelgő cím, amit az egyik hetilap internetes oldalán találtam. Magyar államfője lehet Szlovákiának? Hát ilyen még nem volt, hogy magyar jelölt legyen, tehát ilyen szempontból nincs precedens, és én nagyon örülök annak, hogy ilyen rövid idő alatt az ünnepek ellenére hát ennyi aláírás sikerült összegyűjteni. Ez bizonyítja, hogy ez a jelölés nem öncélú, hanem a közösségnek van erre igénye, és a közösség erre igényt tart. Tehát ilyen szempontból csak fölzárkóztunk az erdélyekhez, illetve a vajdaságiak mellé. Korábban ők már ezt megtették, sajnos mi ezt a korábbi időszakban nem tettük meg. És ráadásul nem is csak a szlovákiai magyar közösségnek, hanem ugye a többségi társadalomból is több aláírás sikerült önnek megszerezni. Na ezt mivel indokolja? Hát örülök annak, hogy a magyarok támogatása mellett, tehát a felvidéki magyarság támogatása mellett sikerült a nemzetiségek képviselőinek a támogatását is megszereznünk, illetve a velünk együtt élő szlovákoknak a támogatását is, természetesen egy részének a támogatását. Ez azzal magyarázható, hogy Dél-Szlovákia az utóbbi két évtized alatt lemaradt. És a velünk együtt élő nemzetiségiek, illetve a velünk együtt élő szlovákok ugyanúgy a kárvalótjai ennek a több mint két évtizednek, ilyen szempontból az ő érdeküket is szolgálja, hogy ez a felzárkóztatás minél gyorsabban megtörténjen. Ugye nagyon diplomatikusan és szerényen kikerült azt a kérdésemet, hogy lehet-e magyar államfője Szlovákiának, viszont annak látja a reális esélyét, hogy bejusson a második fordulóba? Természetesen azért indulok, mert ebben a versenyben sikeres szeretnék lenni. Ez a megmérettetés, ez a jelölés nem rólam szól. Ez a jelölés nem Bárdos Gyuláról szól. Ez a jelölés a felvidéki magyarságról szól, ez a közösségnek a jelölése. Tehát ilyen szempontból a felelősség is nagy, és természetesen a lehető legtöbb szavazatot szeretném megszerezni, és ez a szavazat mire lesz elég, ez nemzeti ünnepünkön március 15-én ki fog derülni. Volt egy nagyon érdekes nyilatkozat a híd elnökének, Bugár Bélának. Ő azt mondta, hogy ha bejut ön a második fordulóba, akkor természetesen ő, és hát nyilvánvalóan maga a párt is támogatni fogja önt. Az viszont onnantól kezdve az MKP felelőssége, hogy ezzel gyakorlatilag a Smernek segíthet megnyerni a választásokat. Ugye tudjuk, hogy a mostani miniszterelnök is államfőjelölt, és minden közvéleménykutatás azt mondja, hogy az egyik legesélyesebb, és hogyha mondjuk önök között dőlne el a verseny, akkor gyakorlatilag szinte biztos, hogy Fico lesz az államfő. És az önök felelősségét veti fel. Szerintem már korábban is kellett volna önálló magyar jelöltet indítani, ez a közösségi érdek lett volna, de erre különböző okok miatt nem kerül sor. Most, hogy ki milyen sikeresen szerepel, erről szerintem nem a politikusok, nem a pártelnökök, nem a pártvezetők fognak dönteni, hanem a legilletékesebbek, a választók. Tehát szerintem bízzuk a felvidéki magyarokra, a felvidéki magyar választókra, a velünk együtt élő nemzetiségek képviselőire, és a velünk együtt élő szlovákokra is, hogy milyen támogatásban részesítik a Dél-Szlovákia érdekeit fölvállaló jelöltnek az esélyeit, és mennyire fogják támogatni. Ugye az elnök jelölti programjának a legfontosabb pontjai, nyilván sokról már sokszor beszélgettünk, már mi személyesen nem, de azért téma volt, hogy melyek most a legnagyobb problémák. Tehát természetesen egyrészt a közbeszéd témájává kell tenni azt, hogy Szlovákiában élnek kisebbségek. Azáltal, hogy lesz, illetve van önálló magyar jelölt, már természetes mindenkinek, hogy itt élnek magyarok, illetve hogyha a magyar jelölt elmondja, hogy a többi nemzetiséget is képviselni akarja, akkor Szlovákiában élnek nemzetiségek. Az ezt megelőző elnökválasztások során a kisebbségi témát soha senki nem vetette föl, illetve ha fölvetődött, akkor mindig fölhasználták, vagy kihasználták, vagy valakinek a rovására történt ennek a megemlítése. Tehát én szeretnék a számunkra fontos témákról beszélni, egyrészt elmondani a többségi nemzetet tartozóknak, hogy mi Szlovákiában azért élünk itt, mert ez a mi szülőföldünk. Mi nem akarunk rosszat az országnak. És ha én államfőjelölt vagyok, akkor természetesen valamennyi polgár államfője szeretnék lenni, illetve a jelöltként is így kell nekem megnyilvánulnom. Tehát egyrészt én fölvállalom, hogy a Magyar Közösség Pártjának a támogatásával, de mivel ennyi aláírást kaptam,
polgárjelöltként indulok, és szeretném elsősorban Dél-Szlovákiának az érdekeit képviselni, és szeretném az alapvető emberi jogokat, a kisebbségi jogokat, illetve velünk kapcsolatos kérdéseket, akár az önkormányzatiság kérdését, a nyelvhasználat kérdését, vagy pedig az oktatás, a kisebbségi kultúra kérdését is fölvetni, mert hadd tudják meg a szlovákok, hogy ha mi fölvetjük ezeket a problémákat, nem azt jelenti, hogy mi szét akarjuk rombolni az ország tekintélyét, hanem mi pontosan segíteni akarunk megoldani ezeket a kérdéseket. Muszáj végezetül egy picit visszakanyarodjunk Ficóra. Azt tudjuk, hogy a szlovák államfő jogkörei ugye hagyományosan gyengék, és a kormányfőnek volt már egy olyan nyilatkozata, ami egyértelműsítette, hogy megválasztása esetén ezeket a bizonyos államfői tevékenységeket megváltoztatná, sokkal nagyobb jogkört adna a köztársaság elnök, így hát saját magának a kezébe. Mi várna akkor Szlovákiára? Hát ismerjük a jelenlegi miniszterelnök habitusát, tehát biztos, hogy ő nem elégszik meg a mostani hatáskörökkel, és ismervén a parlamenti összetételt, valószínűleg kísérletet tesz arra, hogy az elnöki jogköröket bővítse. Szerintem nem kell bővíteni az elnöki jogköröket, arra van szükség, hogy az ország első embere minden polgárnak az államfője legyen, és ne éljen vissza ezzel a hivatallal. Ugyanis ami az utóbbi időszakban történt, az utóbbi 2-5 évben, hát ez példátlan, mert a mostani államfő kijelentette például sokszor, hogy a magyarokkal kapcsolatban olyan negatív dolgokat mondott, amely elfogadhatatlan, és pontosan ezért is fontos, hogy lesz magyar államfőjelölt, és nemzeti ünnepünkön ezt a támogatást, ha magunk mögött tudhatjuk, akkor meglepetés is okozhatunk a következő forduló előtt. Márdos Gyula, köszönjük szépen! Az elnökválasztás első fordulója, tehát március 15-én, jeles ünnep ugye a mi életünkben is, drukkolunk, köszönöm! Én köszönöm a meghívást!